az olasz köztársasági elnök bejelentette, nem lesz megismételt választás annak ellenére, hogy a patthelyzetben egyik párt sem akar koalícióra lépni a másikkal, így jelenleg senki sem tud kormányt alakítani Olaszországban. Pierluigi Bersani, a bal-közép vezére egy interjúban azt jelentette ki, nem lesz nagy koalíció, vagyis nem lép szövetségre Berlusconi jobb-közép szövetségével. Közben a harmadik helyen végzett Ötcsillag mozgalom is kijelentette, ő sem lép koalícióra Bersanival. Berényi Miklós a vendégünk, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Optimistának tűnik nekem az olasz elnök. Miért is lenne pesszimista, vagy hát miért sugalna pesszimizmust a világ felé? Na de ebben a helyzetben én annyira nem látom az ilyen kis csíráját sem annak, hogy itt rövid időn belül kormány alakuljon. Van ideje az olasz politikának, hogy megtalálja a megoldást. Egyrészt jelenleg ügyvívőként Monti viszi az olasz kormány, másrészt eleve meg kell alakulnia az új parlamentnek, meg kell választani a tisztségviselőket, és csak utána kell kormányt alakítani. Választástól számítva 20 nap. Hát igen, ez 21-e környéke, tehát azért az 2-3 hét még, amíg kitalálhatják, hogy mi történik. Nem lesz könnyű összerakni egy többé-kevésbé tartós kormányzatot. Nagyon tartós biztosan nem lesz. De azért az, hogy Napolitano elnöknek azt kell mondania, hogy ez meg lesz, az azért is nagyon fontos, mert most mindenki árgus szemekkel nézi Olaszországot. Ennek azért alapvetően van mondjuk 3-4 oka. Az egyik az, amit már sokszor kitárgyaltunk, hogy az olasz gazdaság az sokkal nagyobb, mint a portugál, az ír vagy a görög, tehát hogyha ott valami probléma történik, az az egész európai finanszírozási rendszerbe bezavar. A másik, hogy a hagyományosan Európa párti Olaszországban nagyon elterjedt az euroszkepticizmus, hát ezzel azért az olaszok nincsenek egyedül. Tehát valamit Európának kezdenie kell azzal, hogy nem egyre kevesebben hisznek benne. Szóval egy gazdaságpolitikai problémáról is, kinek az érdekét szolgálja, és meddig tartható fönt ez a szigorú, egyoldalú, megszorító politika, amit alapvetően a német gazdaságpolitika követel. És a negyedik, egy biztonságpolitikai, erről nem nagyon esik szó. Olaszországban koncentrálódik Európa talán legnagyobb fegyverzete és katonai potenciája. Innen felügyelik az egész mediterrán térség, a Közel-Kelet, Észak-Afrika biztonságát. 5500 olasz katona szolgál külföldön különböző békefenntartó missziókban. Tehát, hogyha Olaszországban valami zavar történik, az már az egész világrendszert zavarja be. Tehát egy politikai bénultság, egy gazdasági, biztonságpolitikai és minden, amit felsorolt, instabil helyzettel vegyítve, hát az nem a csillagok legjobb együttállása. Nem, és azt gondolom, hogy ennek a jelenlegi helyzetnek sok tekintetben a felelőse és a kulcsfigurája Silvio Berlusconi. Berlusconi azzal, hogy újra beszállt a választási kampányba, gyakorlatilag minden célját elérte. Elérte azt, hogy megakadályozta, hogy a baloldal egyértelmű győzelmet tudjon alakítani. Elérte azt, hogy megakadályozta, hogy Monti tovább tudja vinni a szakértői kormányt, akár egy nagy koalícióval. Nem nagyon valószínű jelenleg, hogy Monti fogja folytatni ezt. És elérte azt is, hogy ebben a bizonytalan helyzetben semmilyen parlament nem tud olyan döntést hozni, ami az ő érdekeit bármilyen formában sérteni. Ez elsősorban az összeférhetetlenségi törvény, tehát a médiabirodalom és a politikusság. Végül és nem utolsó sorban elérte azt, hogy hát most neki nagyon komoly beleszólása van abba, hogy milyen folyamatok fognak Olaszországban továbbra is kialakulni, miközben egyébként nem nyerte meg a választásokat. Tehát közvetlen felelős... Milyen a Berlusconi sikerét? Én azt gondolom, hogy Berlusconi egyrészt maga volt az ígéret 94-ben, és ezt a legőszintébben és legkomolyabban mondom, hogy ő jelentett megoldást, vagy kínált megoldást az összeomlott kereszténydemokrata párt romjain, illetve az olasz kommunista párt romjain, amelyik nem tudott újra szerveződni. És ő egy olyan programot hirdetett, amely az olasz gazdaságot a legfejlettebb országoknak a termelékenységi szintjére, hatékonysági szintjére kínálta felhozni. 20 év alatt ez azért nem sikerült. Ebből 12-t ő volt miniszterelnök. Na jó, és most, tehát amikor éppen visszatér, akkor miért, mi az a hívó szó, amivel még mindig ennyi embert, ennyi választót meg tud szólítani? Hát először is jóval kevesebbet tudott
megszólítani, mint valaha is. Persze, tehát, csak hogy, arányaiba az többihez képest nem szerepelt rosszul, sőt. Sőt, abszolút. Én azt gondolom, hogy most nagyon erőteljesen rájátszott az olaszokban kétségkívül meglévő frusztrációra, arra, hogy német ellenes és Merkel ellenes, Európa ellenes kampányt folytatott, valamint egy olyan osztogatást ígért be, ami mindenkinek a zsebét közvetlenül érintette. Azt meg szeretik az emberek, az osztogatást, meg szeretnek nem belegondolni, hogy lesz-e miből osztogatni. Ha ezt ígértük, meg biztos teljesítik. Na mi lehet akkor, hogyha megalakul a parlament választásokhoz képest, hogy a 20 nap, szerintem akkor egy 2 hét maximum, a parlament helyre tudja hozni a most egymásnak feszülő érdekellentéteket, ki tudja békíteni, de lesz annyi erő, józanság a politikusokban, hogy na jó, hát senki nem akar a másikkal, na de hát valakinek meg csak kell kormányoznia. Tehát gyakorlatilag mindenkinek be kell adnia a derekát. Nem különleges az a helyzet, ami Olaszországban most előállt. Ha jól emlékszem, ez volt a 61. kormány, majd most lesz egy 62. kormány a háború óta. Én arra számítok, hogy olyan politikai kompromisszum jön létre, amelynek keretében egyrészt megválasztják az új köztársasági elnököt, ezt áprilisban meg kell tenni. Csak az új köztársasági elnöknek lesz egyébként alkotmányos jogosítványa arra, hogy föloszlassa az új parlamentet, és megegyeznek bizonyos olyan átalakításokban, ez elsősorban a választási törvénynek a módosítása, ami alapján egy új választás esetén kedvezőbb kormányozási lehetőséghez juttatják azt, aki majd akkor megnyeri. Hát ez a legvalószínűbb forgatókönyv? Én erre számítok, arra számítok, hogy a Beppe Grillo által bejuttatott, egyébként nagyon fiatal, nagyon tiszta és nagyon szimpatikus új képviselők nagy számban támogatni fogják a Demokrata Párt által megalakítandó valamilyen félszakértői kormányt, amelyik körülbelül egy évig fog majd tudni működni, és utána kihúzza a dugót valamelyik politikus, leginkább Berlusconi. És akkor újra választanak, de ez az olaszok életében annyira nem szokatlan. Köszönöm szépen, hogy itt volt.